2012-ben végeztem, az akkor még Kodolányi János főiskolán, azóta lett egyetem, és én már a, hát mondhatom azt, hogy az első hónaptól kezdve, ahogy elkezdtem az iskolát, elkezdtem gyakornokoskodni. Először a Közelkép hírügynökségnél, sajnos ez a hírügynökség már nem létezik, de az ottani munkából írtam a diplomamunkámat is. Aztán utána következett egy időszak a Hegyvidék TV-nél, ott kezdtem el tévézni, aztán dolgoztam a Kossuth Rádiónál másfél évet, és most már 2016 óta 4 éve vagyok az ATV-nél. A 2019-es év az eddigi életem legelképesztőbb éve volt. Ez az az év, amikor főműsoridőben elkezdtem híradót vezetni itt az ATV-nél. Februárban megkaptam a Szóvivő Bálon a sajtódíjat, és végül novemberben jött a sok, amikor megkaptam a Junior Prima díjat. Nagyon-nagyon meg vagyok illetődve. 27-28 évesen 2 díjat kapni, 1 év alatt főműsoridős műsorvezetővé előlépni, azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés volt az életemben, ez egy feldolgozhatatlan sok, és mindent megteszek annak érdekében, hogy még többet dolgozzak, és ennek a 2 díjnak és a munkámnak minél jobban meg tudjak felelni. Nagyon-nagyon fontos az életemben Petőc András tanár úr személye, ő az, akinek a szépírói kurzusán elkezdtem komolyabban foglalkozni a szépírással, vittem neki a novelláimat, folyamatosan gyúrtuk együtt ezeket az írásokat, és hát olyan sikerrel, hogy idővel megjelentek országos irodalmi lapokban, mint például az Élet és Irodalom, mint például a Tiszatáj vagy a Jelenkor, ez elindult már a főiskola alatt, és 2019 novemberében megjelent az első regényem, az Előled, és hát ebben nagy része van Petőc Andrásnak és az ő óráinak. Egy olyan témát járok körül ebben a könyvben, ami most nagyon-nagyon aktuális. Híradót vezetek, és azt mondhatom, hogy minden héten legalább 3-4 olyan hírrel foglalkozunk, amiben a családon belüli erőszakról van szó. Ebben a könyvben nem csak erről van szó, de nagyon hangsúlyos része, és azt gondolom, hogy erről a témáról beszélni kell. Ez nagyon fontos ezzel kapcsolatban, és van egy nagyon jó élményem. Éppen ma tartottam 4 darab rendhagyó irodalom órát egy középiskolában, és nagyon boldog vagyok, mert érettségi tétel lesz, szóbeli érettségi tétel lesz a regényem, úgy, mint utazásregény, úgy, mint fejlődésregény. Ez egy álom, ami most éppen megvalósul az én életemben. Az, hogy az édesanyám újságíró, az a legjobb és legnehezebb dolog az életemben. Legjobb azért, mert a reggeliző asztal mellett tanultam, nem akarok hazudni, de mondjuk 8 évesen a sajtóműfajokat. Egész egyszerűen mondta, hallgattam, megtanultam. Mire a főiskolára bekerültem, nem mondom, hogy mindent tudtam, de az alapokat beleverte a fejembe. Ugyanakkor azért mondtam, hogy a legnehezebb, mert ő nem a rajongó típusú édesanya. Ő nem azt mondja el, hogy kislányom, milyen csodálatos voltál a híradóban, és de jó, hogy nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy itt és itt és itt hangsúlyhiba volt, itt és itt, valamit nem jól csináltál. Szóval nagyon jó kontroll az életemben, mind a mai napig nagyon jó újságíró tanár az életemben, hát és persze szerető édesanya, és nagyon szeret engem, és én is nagyon szeretem őt, de nagyon, nagyon összetett, és nagyon sok rétegű a kapcsolatunk.